sajnos nagyon sok beteg nem tudja, hogy ő azért beteg az oltás miatt, mert ő maga se hiszi el még mindig. Azt hiszi, hogy ezek jót tettek, ezek jó szándékkal tették, és az nem okozhatott neki. Ugye ez ilyen szállóigévé vált a mi köreinkben, hogy nem attól van, de attól van sajnos. As of February 2024, VAERS reports for COVID-19 vaccines total significantly higher than all other vaccines combined since 1990, as reported. This is a surprising figure. Dr. Marks, was the government prepared for such an avalanche of reports to VAERS? And it kind of goes with what we just mentioned. So, Chair Wenstrup, thank you so much for that question. And I apologize about your name before. It shows when you're nervous, things can happen. But the point is extremely well taken. We tried to be prepared for that, but the avalanche of reports was tremendous. And it, again, required retasking people on the fly I'll let my CDC colleagues speak to this. We had to hugely staff up and had many meetings working to increase our ability to go through these reports because, as you already mentioned, what the public sees on the public VAERS page is just a small fraction of the information that we ultimately collect and sift through. Minden ezredik beoltottnál fölmerül a haláleset, és minden századik beoltottnál valami súlyos mellékhatás. De ezek ilyen nagyon, nagyon körülbelüli számok, hiszen pontos számok nincsenek, mert nem gyűjtötték az adatokat. Semmilyen nyomon követése nincs a beoltottnak. Tudatosan. Nincs semmi, hogy mi lesz vele, amikor elmegy az oltóközpontból. A pehések azok ott összeesnek és meghalnak. Ugye erre is láttunk számtalan videót. De a két napon belül, ahol a legtöbb haláleset történt, arról már csak így járulékosan jönnek össze az adatok. De a két hónapon, vagy az egy éven belüli rövidebb távú, közepes távú mellékhatásokról végképp nincs semmilyen adat, és ott már nem is hozzák összefüggésbe. Tehát nem mondja azt senki, hogy ja, azért halt meg ez az illető sportoló, akit most itt, mit tudom én, betesznek a médiákba. Nem írják oda, hogy mert két oltása volt, vagy a hirtelen halál. Ez nem volt ismert, ez a hirtelen halál. Die suddenly. Ez nem volt azelőtt gyerekeknél, csecsemőknél esetleg. De felnőtt embernél ez nem volt ismert. Most van. Az oltások semmivel nem bizonyítható, hogy jót tesznek. Nem védik meg azt az illetőt, akit beoltanak a betegségtől. Nem védik meg a környezetét attól, hogy az átadja a betegséget. És nem védik meg az esetleges hosszabb távú mellékhatásoktól.